Erős évkezdés. A tavalyi negatív rekord ingatlan eladási év után 2024-ben lendületes felemelkedés indulhat el. Fejlesztenek, a tavaly megkezdett és átadott beruházásokkal nincs vége tiszavasvári fejlődésének. Rendhagyó gálameccs, a másodosztályban Éllovas Spari az NB1-es A Studio futszál ellen lépett pályára a Continental Arénában. ...2024 első napjaiban 20%-kal volt magasabb az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, mint tavaly ilyenkor. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új támogatási rendszerek, illetve a meglévő bővülése elsősorban a kisebb településeken indíthatja el az adásvételi hullámot, ahol a jelenlegi 350 ezer forintos átlagos négyzetméter ár hamar megnőhet. Míg a fővárosban stagnálnak az árak, addig a vármegyeszékhelyeken, így Nyíregyházán is folyamatos az emelkedés. A 2023-as év meglehetősen gyengén sikerült a lakáspiacon, 9 éves mélyponton zárt a forgalom, utoljára 2014-ben volt hasonló mennyiségű 100-110 ezer adásvétel Magyarországon. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egy ilyen mélypont után mindig egy felívelő időszak következik. Erre minden esély meg is van, hiszen akik most szeretnének vásárolni, kedvező feltételeket találhatnak. Csökkennek a lakáshitelkamatok, elindult az új lakástámogatási rendszer, a meglévők pedig kibővültek. Ezek hozadéka pedig már most látszik, az ingatlan értékesítőknek nem csendesen kezdődött az új év. Január első napjaiban padlógázzal indított a lakáspiac, hiszen decemberben már egy 15%-os élénkülést láttunk a keresletben, ennyivel több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra az előző év decemberéhez képest, január első napjaiban pedig 20%-kal bővült éves alapon az érdeklődések száma. Ez alapján arra számítunk, hogy az első negyed év különösen erős lehet a lakáspiacon, részben a bepótlandó adásvételeknek és a lakástámogatások indulásának köszönhetően, majd valószínűleg a második negyed évtől veszi fel az utazó sebességet a lakáspiaci forgalom, ami élénkebb lesz valószínűleg a 2023-as évnél, de még elmarad a 2021-es év forgalmától. A változás pedig nem csak a vásárlások számában lehet jelentős idén, hanem azok értékében is. Budapesten stagnál a négyzetméter ár, ott 950 ezer forint. Ettől viszont egyre kevésbé tér el a vármegye székhelyek átlagos négyzetméter ára, ami jelenleg 690 ezer forint. A kisebb települések árai 350 ezer forinton állnak jelenleg, azonban mivel a támogatások egy része ezekre a településekre érvényes, az első nagy ingatlan adásvételi hullám itt indulhat meg. Ez pedig jelentősen megnövelheti majd az év során az agglomeráció ingatlan árait. A Szabolcs-Szatmár-Beregi ingatlan árak azért érdekesek, mert az egyik legnagyobb motorja a piaci forgalom élénkülésének a csok pluszban keresendő, és azt már az előző évek tapasztalata is megmutatták, hogy a keleti ország részben Borsodoba-Üzemplén vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt az, ahol a legnagyobb arányban vették igénybe az állami támogatásokat az ingatlan vásárlásokhoz. Ez azt is előrevetíti, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis települések árai lendületet kaphatnak fölfelé, tehát akár 10-20%-os drágulás sem zárható ki, és ez fölzárkóztathatja a vármegye ingatlan árait a többi országrész ingatlan áraihoz. Már most is Nyíregyházán több mint 500 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, ami nem tekinthető különösen drágának, de olcsónak sem a vármegye székhelyek rangsorában. Ez további növekedés számítunk ezen a téren 2024-ben. Az albérletpiacon azonban nem várható nagy változás, legalábbis ami a darabszámot illeti. Nyíregyházán jelenleg 110-120 ezer forint a bérleti díj, az infláció okozta jövedelem növekedés viszont ezt is feltolhatja. A 3-4%-os reálbér növekedés miatt nem kizárt, hogy évvégére már 130 ezer forint lesz az átlagos bérleti díj Nyíregyházán.
Nyíregyháza az első városok között volt, ahol január 4-től bevezették a volánbusz járatok adatainak valós időben követését. A fejlesztés célja, hogy az utazók napra kész információkat kapjanak, és könnyebb legyen az utazás megtervezése. A társaság szeretné bővíteni a városok listáját, de csak ott teszik elérhetővé a valós idejű adatkövetést, ahol az önkormányzat, mint a helyi autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatás megrendelője, biztosítja az ehhez szükséges technikai feltételeket. A volánbusz menetrendi adatai 2017 óta bárki számára elérhetőek a Google térképen. Korábban ezek statikus adatok voltak, vagyis a rendszer a nyilvános menetrendi adatbázisból használta fel az adatokat. Rendkívüli helyzetben azonban ez nem tükrözi a valóságot. A mostani évelei újításunknak az az igazán nagy kulcsa, hogy valós idejű információkat közlünk, ami azt jelenti, hogy a busz mozgását követi különböző GPS rendszereken keresztül a Google térkép, így valós idejű információkat láthat már a felhasználó minden eszközön. Tehát asztaligépen, laptopon, okostelefonon és iPhone-on egyaránt díjmentesen. A fejlesztés célja, hogy az utazók napra kész információkat kapjanak, könnyebb legyen az utazás megtervezése, valamint kényelmes és pontos is legyen. A Google térkép alkalmazás megnyitása után már rögtön látható a saját pozíciónk és a közelünkben található buszmegállók is. Szükséges hozzá aktív internetkapcsolat, tehát internet nélkül ez nem fog működni, és egész egyszerűen a Google-ben megkeressük a megálló ikont, a busz megálló ikont, rákoppintunk, és már is megjelennek a járatszámok, a járatszámokra ismét rákoppintva pedig annak a következő indulásai. Végtelenül egyszerű, ugyanez a helyzet a helyközi, vagy országos, vagy úgynevezett távolsági járatokon és a helyi járatokon egyaránt. Sőt, már grafikusan is követhetőek a járatok, igaz, ehhez másik felületet kell figyelni. Jelenleg az utas.hu weboldal, illetve mobil applikáció lehet követni akár a buszrajongóknak, akár azoknak, akik szereti grafikusan látni, hogy egy-egy járat merre tart. Ezt úgy kell elképzelni, mint a MÁV applikációban a vonatoknál, hogy az úton, konkrétan a térképen az úton egy busz piktogram vagy busz ikon jelöli, hogy az adott járat, jármű merre közlekedik. Ott lehet látni, hogy az éppen milyen járatot teljesít, milyen típusú az a jármű és mi a rendszáma. Tehát ilyen már van ez az utas.hu. A Google térkép erre nem alkalmas, nem is erre való ez a felület. A volánbusz újítása január 4-től érhető el helyi járatok tekintetében Esztergomban, Sopronban, Győrben, Zalaegerszegen, Siófokon, valamint Nyíregyházán. Helyközi autóbuszoknál pedig országszerte követhetjük a valós idejű tartózkodási adatokat. Tanoda programot indítottak Tiszavasváriban, a Bűdi városrészben pedig kialakították a Biztos Kezdet Gyerekházat is, ahol 30 gyereket tudnak fogadni, segíteni és képezni. Előkészítettek egy 12 hektáros ipari területet, ahol már bevezették a közműveket, csak a vállalkozások érkezését várják. Az időseket és fogyatékosokat ellátó intézmény fűtési rendszerét pedig két vegyes tüzelésű kazánnal egészítették ki, ezzel pedig több 10 millió forintot spórolt meg az önkormányzat 2023-ban. Számos pályázatot és egyedi kormánytámogatást tudhat maga mögött Tiszavasvári 2023-ban. Több mint 30 projekt fut folyamatosan. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy felújították az orvosi rendelőt, amelyet idén évelején adnak majd át hivatalosan. De nem csak az egészségügyben volt szükség fejlesztésre. Elindítottunk egy tanoda programot, és ezzel párhuzamosan egy Biztos Kezdet Gyerekházat, ami azt jelenti, hogy a város két végén, a Bűdi város részen és a Széles Keskeny út környékén elindult egy tanoda előkészítő program, ez sikeresen lezárult most 2023 év végén, és Bűdön a felújított épületben 2024 január elején elindul a tanoda, és elindul a Biztos Kezdet Gyerekház is, ami azt jelenti, hogy közel 30 gyermeket tudunk ott fogadni, segíteni, képezni, anyukákat, pici gyerekeket segíteni és irányítani úgymond az életnek a rögös útjain. Egyedi kormányzati támogatásból vásároltak autóbuszt is, amely a város lakóinak áll rendelkezésére a kirándulásokhoz. A rezsiválság miatt a közvilágítást is fejlesztették, közel 1300 lámpatestet cseréltek le ledes világításra. Bár a beruházást hitelből oldották meg, ennek törlesztőjét a megtakarításból tudja fedezni az önkormányzat, hiszen így 40%-kal kevesebb az energiaköltség. Mindemellett egy iparterületet is kialakítottak a városban tavaly.
egy 12 hektáros területet készítettünk elő, várjuk a vállalkozásokat. Itt kialakításra kerültek a közművek, víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz kialakításra került, és 6 darab telek, amit tudnak majd használni a vállalkozók, vállalkozások, cégek, de ha szükséges, akár az egész 12 hektáros területet is igénybe vehetik. Ennek a területnek a bővítése, fejlesztése az folytatódni fog, hiszen ez az iparterület, ez egy 2016-os topos pályázatból valósult meg, amit sikerült úgymond megmentenünk, hiszen az első körben ez nem nyert támogatást, aztán 2018-at követően egy kis lobby eredményeként támogatást kapott, és most pedig a fejlesztése 2024-ben, úgymond a top 20-ban még meg fog valósulni. De más fejlesztések is lesznek Tiszavasváriban ennek a pályázatnak köszönhetően, például az élhető település központ kialakítása. Ami azt jelenti, hogy egy 420 millió forintnyi támogatásból Tiszavasvári városközpontjának központi parkja teljesen megújulna, ezen kívül 6 helyszínen történnek még felújítások, térborkolók, köztéri padok, okospadok, hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, napelemes kandellábereket helyezünk ki a városban, gyakorlatilag a közterületeinknek a nagy része a városközponti területen megújulna. Kialakításra kerülne a találkozások háza melletti részen egy nyilvános WC, valamint a találkozások házának a belső felújítása is megvalósulna. Itt a beázásokat szüntetnénk meg, és kialakításra kerülne egy ilyen kulturális feladatokat ellátó kis kávézó, ahol az emeleti részen egy művészeti galéria is kialakításra kerülne. 2024 tavaszán pedig egy gyepmesteri és ebrendészeti telep is megkezdi a működését a városban, ezzel is előrelépve a kóbor ebek problémájának megoldásában. Az önkormányzat civil szervezetekkel együttműködve azon lesz, hogy a kutyáknak minél jobb életet biztosítson felelős gazdik mellett. A közönség szavazatok 47%-ával a közönséges medvelepke lett 2024-ben az évlepkéje. Nevét évtizedekkel ezelőtt kapta, amikor még sokfelé előfordult, mára azonban drasztikusan megritkult. Ennek ellenére nem védett. Repülési ideje viszonylag rövid, július és augusztus között lehet vele találkozni. Nagy mérete és esetlen repülése miatt könnyű prédát jelentenek madarak számára, de komplett fegyver arzenállal védi magát. Riasztó színezetű hátulsó szárnyait veszély esetén mutatja meg, amelyek mérgezőségére hívják fel a figyelmet. Feje mögött látható egy mélyvörös szörpamacs, ezt szintén veszély esetén villantja ki, és innen képes kis mennyiségű irritációt kiváltó folyadékot a támadójára spriccelni. Éjszakai lepkéről van szó, tehát ezért az egyik legfontosabb zsákmányoló állata predátorra, ugye a denevérek közül kerül ki, akik ultrahanggal vadásznak, és ezek ezt az ultrahangot, illetve ezt a fajta vadászati technikát kétféleképpen lehet megzavarni, amikor érzékeli mondjuk egy rovar, egy lepke a denevér által keltett hanghullámokat, akkor megváltoztatja a repülési profilt, abba hagyja a repülést, elkezd hullófalevélként zuhanni, illetve aktívan hangot adva ezt a denevér számára fontos tájékozódó hanghullámokat megzavarja. Ennek az az alapelve, hogy az echolokációt alkalmazó állat, denevérek, cetek kibocsátanak egy hanghullámot, és akkor ez a hanghullám visszaverődik a környező tárgyakról, és ez dolgozza fel, ugye visszakerül a fülbe, vagy egyéb érzékszervekbe, ez dolgozza fel az agy, tehát gyakorlatilag a hanghullámok alapján látnak. Ezen az elven működnek az ember által fejlesztett rádiolokátoros rendszerek is, és például a lopakodó technika is azt célozza, tehát ilyen tekintetben a közönséges medvelepke is előbb találta fel a lopakodó technikát, ennek bizonyos megoldásait, mint mi emberek, hogy ne jusson vissza, vagy zavaros hanghullámok jussanak vissza.
Tavaly is több elemmel bővült a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktár, a decemberi Hungarikum gálán pedig hungarikumok levelet kapott a Felső-Tisza vidéki beregi keresztemes hímzés. Az év végén a Nyíregyházi Városháza épülete, az újfehértói református templom és a sallangos lószerszám került fel a listára. Az immáron 167 értéket számláló Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktár ikonikus épületeket, alkotókat, természeti kincseket és megannyi mást foglal magába, melyre méltán lehet büszke az itt élő. Az értékek felkutatására, azok ápolására a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktár bizottság hivatott. Rendezvényekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel igyekeznek népszerűsíteni a vármegyei értékeinket. Nagyon sok dologra vissza tudunk gondolni, és azt hiszem, hogy ez a legjobb ebben az értéktáros küldetésben, hogy tényleg annyi minden történik velünk évről évre, amelyen egyrészt mi is meglepődünk, másrészt pedig mi is mindig találkozunk valami újdonsággal, és ez talán az egésznek a lényege, hogy mindig vannak értékek, amelyeket még nem fedeztünk fel magunknak, és mindig vannak értékek, amelyek lehet, hogy adott pillanatban születnek, és aztán utána akár a vármegyei, vagy akár egy település értéktárnak a részévé válhatnak. Mert itt, hogyha értéktárakról beszélünk, akkor nem csak a megyei értéktárról kell beszélnünk, hanem azért itt a települési értéktárak adják azt az alapot, adják azokat a lábokat, amelyre építkezünk, hiszen minden településnek, minden közösségnek vannak kincsei, vannak olyan értékei, vannak olyan csodái, amelyek köré szerveződött az adott közösség évszázadokon keresztül, és ezek az értékek, ezek megalapozták és meghatározták a mi létünket is. És természetesen ott vannak a vármegyei értéktárak, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Az értéktár életében az idei év megkoronázása a december 8-án Kecskeméten megrendezett Hungarikum gála volt, ahol a Felső-Tisza vidéki beregi keresztszemes hímzés Hungarikum oklevelet kapott. Hogyha vármegyei értéktárról beszélünk, akkor kezdjük mostán egy kicsit a végén. Ugye van egy nekünk egy szívemhez közel álló Hungarikum munka, beregi és Felső-Tisza vidéki keresztszemes hímzés, amelynek a elismerő oklevelét, azt most volt szerencsénk átvenni, vagy szerencsém átvenni a Hungarikum gálán, amely Kecskeméten a Katona József Színházban volt megrendezve, és ez egy, úgy gondolom, hogy egy méltó lezárása volt itt az értéktáros évnek is. Bár még van hátra bizottsági ülésünk, de úgy gondolom, hogy ez azért megkoronázta ezt az évet, hogy itt a pandémia utáni időkben most ez az elismerés is átvételre kerülhetett. Az év végére az értéklista 3 értékkel bővült. A Nyíregyházi Városháza épülete, az újfehértói református templom és a sallangos lószerszám. Rendhagyó gálamérkőzést játszott kedden a Nyíregyháza Spartacus. A másodosztály listavezetője az NB1-es A stúdió futszál ellen lépett pályára a Continental Arénában. A meccset a futszálosok nyerték 7-1-re. A Spari pénteken a szlovákiai Kassával játszik örökösföldön, majd másnap 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a csapat. Tímár Krisztián együttese az NB2 tavaszi nyitó fordulójában február 4-én a Tisza Kécskét fogadja. Rendhagyó mérkőzés előtt melegítenek a Spari labdarúgói. Kedden a másodosztály lista vezetője az NB1-es tabella 4. helyén álló A stúdió futszál ellen lépett pályára a Continental Arénában. A közel 2000 nézőt vonzó gálamérkőzés arra is alkalmas volt, hogy megtörje a felkészülés monotonitását. Tímár Krisztián vezetőedző szerint a futballisták megfelelő állapotban tértek vissza a téli szabadságukról. A játékosok elvégezték azt a munkát, amit kiadtunk nekik. Nagyon profi volt a hozzáállásuk, mert ugye minden adatot visszaküldtek, amit kértünk. Az állapotfelméréseken jól teljesítettek a játékosok, és egy igen intenzív és jó pár napon vagyunk túl a felkészülésből. A Spari jó pozícióból várja a folytatást, azonban a játékosok is tisztában vannak azzal, hogy tavasszal nem lesz könnyű dolguk. Mindenképpen nehéz lesz, hogy több csapat is pályázik a feljutásra. Ugye most nagyszerű pozícióból várjuk a folytatást, úgyhogy mondhatjuk, hogy most egy előnyös pozícióban vagyunk, úgyhogy szeretnénk ezt megtartani a szezon végéig. Szeretném sérülés nélkül lehozni ezt a fél évet, és szeretnék nyilván minél többet játszani, visszarendülni a régi formámba, és gólok a gólpasszokkal segíteni a csapatot én is. A Nyíregyháza ősszel 18 meccsen mindössze 1 vereséget szenvedett. A vezetőedző tavasszal az őszihez hasonló játékot szeretne látni csapatától, 1-2 mutatóban jobb teljesítménnyel.
Szeretném, hogyha egy-két dologba előrelépnénk. Még jobban szeretném, hogyha még labdabiztosabb lenne a csapat, főleg, hogyha jól lepresszingelnek minket, abban szeretném, hogyha még tudatosabb mozgásokkal, még labdabiztosabb játékot produkálna a csapat. Tovább szeretném, hogyha a helyzetkialakításunk megmaradna, de a helyzetkihasználásunk tovább javulna, mert ugye abban a szezon vége felé előreléptünk, de a bajnokság elején azért ebbe volt hiányérzet. Most azt szeretném, hogyha a bajnokság elejét is rögtön jól elkapnánk, és ugyanolyan fordulatszámon, ugyanolyan jó helyzetkihasználással tudnánk kezdeni, mint ahogy a bajnokságba abba hagytuk. Azt gondolom, hogy a keret megfelelő, jó úton járunk, és arra szeretnénk tovább gyakorolni, azért szeretnénk tovább dolgozni, hogy a csapatjátékunk még összeszokottabb legyen, még gördülékenyebb legyen, és hogyha ez megvalósul, akkor olyan nagy erősítése nem szorul rá ez a keret. A gála meccset végül a futszálosok nyertik 7-1-re. A visszavágót nyáron nagy pályán játsza majd a két csapat. A Spali legközelebb pénteken lép pályára, 11:30-kor a szlovák első osztályú kassát fogadják örökösföldön Kovács Rétiék. Szombaton 10 napra Törökországba utazik a csapat, ahol a kazak Kizilzsár, a dél-koreai U23-as válogatott és az osztrák Eci Altak ellen játszik felkészülési meccset. A hazaérkezés után Mezőkövesden tartja a bajnoki főpróbát a Nyíregyháza, február 4-én pedig a Tisza-Kicske ellen már bajnoki pontokért lép pályára Tímár Krisztián együtt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az év első hónapja csendesebb időszakok közé tartozik ingatlan értékesítési szempontból, idén ez már most máshogy alakul. Január első napjaiban 20%-kal volt magasabb az érdeklődések száma a tavalyi adathoz képest. Az új támogatási rendszerek, illetve a meglévők bővülése elsősorban a kisebb településeken indíthatja el az adásvételi hullámot. Elemzők szerint azonban a lakás, illetve házvásárlások száma nem lesz jelentős befolyással az albérletpiacra. Hamarosan átadják Tiszavasváriban az új orvosi rendelőt, tavasszal pedig a gyepmesteri és ebrendészeti telep is megkezdi működését. Az önkormányzat ezzel a kóborkutyák évek óta meglévő problémáját szeretné enyhíteni. 2023-ban is sok minden történt a városban, korszerűsítették például a közvilágítást és az időseket ellátó szociális intézményt. A felkészülés második hetében jár a Nyíregyháza Spartakusz, a Spari pénteken a szlovákiai Kassa ellen lép pályára örökösföldön, majd másnap 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a csapat. Tímár Krisztián lista vezető együttese az MB2 tavaszi nyitó fordulójában február 4-én a Tisza Kécskét fogadja. Január 10-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a zavartalanul napos időt követően délután észak felől előbb magas szintű, később vastagabb felhők is érkeznek fölénk. Késő este az északkeleti határnál esetleg jelentéktelen hószálingózás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +2 fok között alakul.